művészeket állítunk ki, mutatunk be, illetve a Debreceni Egyetem különböző műhelyeit mutatjuk be. Ez alkalommal Kata Tamás kiállítását láthatjátok, akit úgy gondolom, hogy nem kell különösebben bemutatni. Tamás egy három részből álló kiállítás sorozatot tervezett, aminek az első két állomása Budapesten volt tavaly, a Fugában, illetve a B32-ben, így van, köszi. És annak is időszámításom címe volt, különböző alcímekkel, és mint kiderült, tulajdonképpen egyfajta leltárt készített ezzel a három kiállítással, aminek az utolsó állomása ez a mostani, az időszámításom szerint című. Tamás tavaly ünnepelte az 50. születésnapját. És gondolom, hogy ennek az apropóján volt ez a kiállítás folyam, hiszen bizonyos ciklusokban, bizonyos időszakokban az ember egyfajta számvetést is csinál, egyfajta leltárt is, és úgy gondolom, hogy Tamás is egyfajta leltárként értelmezte ezt a három kiállítást. Ami ez a mostani kiállítás más, mint az előző kettő, az elsősorban az, hogy abban a teremben, a tőlem balra lévő teremben már olyan új munkákat is láthattok, amiket egy-két éve, illetve most készített, és látszik egyfajta változás az eddigi munkásságához, művészetéhez képest. Amikor a technikai részéről beszéltünk a kiállításnak, és arról, hogy legyen a megnyitó ilyesmi, akkor nekem különböző ilyen teoretikusok, meg művészettörténészek, meg múzeológusok voltak a fejemben, hogy kik nyissák meg a kiállítását, ám ő rögtön azzal nyitott, hogy Váradi Feri és Burai Árpi szeretné megnyitó személyeknek, és megkérdeztem, miért. És azt válaszolta, hogy én egyáltalán nem szeretne komoly megnyitót, úgyhogy át is adnám nekik a szót. Ó, mint ered nyúlványa az időnek, s én mozgatom csak a szárnyakat. Dühöm oldhatatlan, és fájdalmam rádagad. Oktopus Jönkerisson, svéd-mongol költő és műordító, Szandál Kabát című pragmatikus szonettjének örökérvényű soraival köszöntöm, köszöntjük Önöket, Varga Tamás időszámításom szerint című kiállításának megnyitóján. Véletlenül választottam felütés gyanánt a nagy költő még nagyobb szavait, hiszen a megfoghatatlan pillanatok elejtésére tett kísérletek, a ködbevesző inverz hangulatok dekódolásának igénye, a szemérmetlen elvágyódás algoritmusai, az idősíkok repedéseiben megbúvó végtelenített visszajátszás hatástalanításra váró taposóaknái, egy szóval stb. Tudjuk, hogy Varga Tamás 50 éves. De nem kizárt, hogy időutazó. Szerintem Geronimo-val is találkozott a híres külföld indiánnal. Az Apache vezér közismert 1887-es térdelős puskás fotóját minden bizonnyal Tamás készítette. Ám Varga Tamás nem egy dicsekvő típus, illetve semmi kedve nincs ahhoz, hogy különféle reggeli műsorokban meséljen az időutazásról. Közismert, hogy az Intercity gyakran késik, a vonatoknak más időszámítása van. Kötött pályán közlekednek, vonatnak lenni roppant unalmas, legalábbis egy időutazóhoz képest. Varga Tamás ma megnyíló kiállítása utat tör, ugyanakkor járhatatlanná is tesz néhány csapást. Itt és most a korábbi B32 galériában bemutatott kiállításhoz hasonló, átfedés mutató, nedves kollódiumos eljárással és zselatinos, száraz üveglemezre készült felvételekből látható a válogatás. Szép számmal megjelennek új, máskor még nem látott munkák, teljesen friss és a tervezett jövőről is mesélő képek. Tamás mániás alkotó, aki válogat ugyan az eszközökben, a képi komponálás során azonban rögeszmés ragaszkodással definiálja a mullandóság archetipusait, hol épp hogy csak megkarcolja a felszínt frissen vágott körmeivel, hol pedig ellentmondást nem tűrően nyilvánítja ki a morális visszatükröződések konstellációjáról alkotott véleményét, és magától értetődő természetességgel bontja meg a mélység gránit szilárdságú preferenciáit. Forra levegő a felvételek megtekintése közben, és szinte érezni azt az elementális erővel feltörő vágyat,
amely a feloldozás katartikus élményének átéléséért, ugyanakkor a fotográfus önmarcangoló lelki tusájának, mint egy lezárásaként jelentkező, sublimált szellemi orgazmus visszafojtásáért kamarog az alkotóban. Feltetjük a kérdést, hogy mikor alkot az alkotó. Ugye most sincs nála fényképezőgép, ezt nem tudtam, mikor írtam, de sejtettem. Nem kizárt, hogy a fülébe ültetnek egy csipet, és titkon azzal kattingat. Ez egyébként nem is bizarr elgondolás, mondjuk égő aljon után ez sokkal bizarabb. Minden viszonyítás kérdése. Van, aki látja a kompozíciót, van, aki hallja. Varga Tamás képei beszélnek is. Esetenként több nyelven. Egyszerre. Még sincs bábeli zűrzavar. A képein egyszerre van jelen a probléma és a megoldás, a tyúk meg a tojás. Mégse keverednek össze a látottal. Szűcs Antal Gábor. Megvan. A Skorpió gitárosából sor lesz Gojko Mitic, és a híres jugoszláv indiása fogja elénekelni, az így szólt hozzám a Dédapám című dalt. Mikor írtam, ment a retrórádió. Nyilván Árpád ezt másképp látta, és egy karjárgott hasonlattól jött volna elé, ami ebben az esetben nem szerencsés. Könnyű lenne vitatkoznom, amúgy kollégám Váradi Feri szavaival, mégis nehezemre esne, és ezért, ha megengedik, nem is vállalkoznék rá, inkább tovább fűzném harcos társam gondolatmenetét. Varga Tamás nem győz hangsúlyozni. Képei a dekadencia protokoll szigorú szabályainak megfelelően moderálják a szemlélőt, aki más lehetőséget nem lát a maga előtt, szemérmes sóhajokkal konstatálja, hogy a világnak már régen vége van, várni rá tehát felesleges. Joggal kérdezhetik, hogy mindez felszabadító érzésként jelentkezik-e, vagy épp hogy ellenkezőleg leránt bennünket a mélybe, és ott láncra verve marasztal. Nos, a kérdésre a választ Anasztázia Olneriszkuvától, a legendás halogén tömörülés alapító anyjától kaphatjuk meg, aki a betiltott magok 1918. februári számában adta életet sokadik utolsó interjúját. A beszélgetés apropóját a legendás művésznő rituális öngyilkossági rohamainak elismeréseként a számára adományozott a művészet diszkrét haldoklásáért díj ünnepélyes visszautasítása szolgáltatta. Olneriszkuva így fogalmaz tehát. Nem az átfedések a fontosak, hanem az az ideologizált transferállapot, amely egy szigorú követelmények alapján támasztott csoportosítási reflex kiváltását teszi lehetővé, cserébe felelősségünk kockáztatásáért. Én is készültem idézettel. Megrázott a villanypásztor, ennyim leszel még egy pászor. Gyufa Gyuri a híres lakadalmas énekes gondolata ez, aki teszlai magasságokba vitte a romantikát. Ez kb. Olyan, mintha valaki Albert Camus-t olvas egy óvodai bemutató kellős közepén. Ugyanakkor meg miért ne? És ha már előjöttem a tagadással, miért nem készített rólunk Tamás portréfotót? Az idő adja meg a választ, az idő meg még nem érkezett el. Ez is művészet, az időzítés. Annak idején a Hököm színpad is jól időben mutatta be Vég Antal regényét. Így lett a középszer sikeres. Ezt még Harsányi Gábor is elismeri. Varga Tamás viszont jó időben, jó helyen, jó képet készít. Ez is magas művészet. Meg mi is magasak vagyunk. Honnan, hová? A művészet örök kérdése ez. A választ nem Varga Tamástól kapjuk meg, hiszen ő is csupán mezitláb csetlik, botlik a lehetséges feleletek üvegszilánkokkal hintett tanösvényeit. A kiváló fotográfus a maga puritán lényeglátásával viszont arra ösztökél bennünket, amit ugyan már sejtünk egy ideje, de kimondani még magunknak is bátortalanok voltunk, nevezetesen, hogy a tetten ért magatehetetlenség öngyulladása igenis perverz örömöt jelent a kívülállók, jelen esetben a kiállítás látogatói számára. A felismerés sava borsával viszont csinyán kell bánnunk, Tamás is szakaszos adagolást javasol, mert jól tudja, hogy ahogy Ayubin Sara, tadzsik urbánus költő fogalmaz, az ötlet nem generálja az aktust. Ez jó volt. Ezt akár én is mondhattam volna. Kivételesen egyetértek az előttem szólóval, kiegészíthetném, de nem teszem. Nem kell csak úgy lenni, hogy nem is vagyunk. Csak röpködünk a gondolataink léghagyján. Hol ide, hol oda? Akinek volt már fejsérülése, azt tudja, mire gondolok. Nem megyünk fejjel a falnak, láttam már állatkertben kost, ő se teszi. Ha valaki, amit szeretne rágyújtani, gondoljon arra, hogy egy szál cigaretta vagy egy szál harangvirág a természetben. Na ugye.
Látom a levegőben az izgalom viháncolását, vagyis hát nem látom el. Semmit nem. Lenne még mondani valunk, van is, de mindent, amit most nem közvetítünk, azt elmesélik helyettünk ezek a csodálatos alkotások, és ha valamit talán rosszul fogalmaztunk, azt helyrehozzák ezek a képek. Jó estét, jó nézelődést! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Finom a bor! Igen, fogyasztok!